Na, hol voltunk ma? Székesfehérvár, Cutler Gym. Itt a helyetek. Sziasztok! Üdvözlőlet, Tamás. Én is üdvözlöm a kedves nézőket. A mai edzésünk az nagyon-nagyon kemény volt, és nekem nagyon-nagyon tetszett. Egy hátat edzettünk, de azt látni fogjátok majd a videóban. Igazából nekem egy olyan kérdés van, hogy az a Cutler, ez mikor alakult? Kérek szépen, ez cirka másfél-két hónap múlva 3 éves lesz ez a terem. Ugye, mint az összes többi teremnek az apropója egy ilyen, tehát a régiónak vagy a megyének egy ilyen kis úgymond testépítő erőemelő felvára legyen. És mik a visszajelzések? Hát pozitív? Határozottan pozitív, azt mondom, hogy egyre pozitívabb. Mik azok, amik kuriózanak itt? Hát igazából van a alaksori részen egy kis boxterem, most a boxtermet ugye amatőr szinten képzeljük el. Maga a gárda, tehát az edzőgárda az egész profi. Nyilván nekik van, illetve lesz most egy fő edzőtermük, ami nyilván egy igazi origi boxterem. Itt lenti kis teremben azok tudják megoldani, akik ilyen, úgymond ilyen kezdők, vagy hobbi gyanánt, vagy kiegészítő tésgyanánt. A szakemberi gárda az profi hozzá, mindegyik versenyző, vannak itt válogatottak, tehát tényleg úgy azt mondom, hogy évvonalbeli sportolók, meg szerintem nagyon jó szakemberek is. Van egy tök jó kis funkcionális termünk, azt szerintem egy elég egész jó felszerelt, egy szélsőkörű felszereléssel ellátott, tehát minden beszereztünk, ami ehhez kell. Hát... Hány edzőtök van? Összvisz így mindenkivel együtt. Cirka 15, szerintem. Ez nagyon versenyzők, akiket így megemlítem én most így? Vannak itt jókkal övet versenyzők, hát most a teljesség igénye nélkül és nem ilyen... Hát az csak egy-kettő azért gondoltam. Mondjuk Kánya Roland, aki szerintem az erőemelésbe letette a névjegyét maximális szinten. Ővel még annól együtt voltam, tehát a haverságunk, barátságunk az egy ilyen 10 évvel datálódik. Együtt voltunk erőemelő válogatottak már juniorban is. Ő egy, most már idestől 2 éve nálunk dolgozik. Testépítésben is lerakta a névjegyét, nagyon jó formát hatott. Most így általában sportolói szemszögből nézzük az egészet. Hozzák László, szintén úgy a sportpályafutás tekintetében nagyjából a Rolyéval megegyező, vagy tehát ez a fajta erőemelő testépítő párhuzam nála is megvan. Ő is mindenki sportákban nagyon sikeres. Aztán itt van a Hebo Bálintunk éppen. Őnek 2-3 év múlva lesz versenye. Ő is testépítésbe készül. Én tök jó szakembernek tartom egyébként. Ha most kicsit elkagyarodunk a versenysporttól, de mint felkészítés, minden. Ott van az én kis Vörös Nikim, az ex-párom. 8 éven keresztül volt a társam párom jobban rosszban. Ő itt ül mögöttünk. Őt, hát igazából ő végigkísért nekem nagyon sok erőemelő testépítő felkészülés, általam megismert nagyon sok élvonalbeli versenyzőt, válogatottat. Most köztük téged is, mindenkitől ellesett, tanult, látott dolgokat. Érdekelt ez a dolog. A dietetika részében elég jól bele ásta magát. Ő maga is segít nem egy versenyzőnek felkészülni, és igazából most már azt mondom, hogy kilőtte a palettát, tehát a fitness modellektől elkezdve a nehézsúlyú vadisokig minden kategóriába segítkezett már azt mondom a kezdőtől egészen a mondjuk válogatott, tehát a nemzetközi szinten is jó eredményt elért versenyzőkkel bezárólag, tehát a teljes palettát felkészítésben segítkezett már. Szilágyi Vili, ő is erőemelő volt, fiatal 22-3 éves rászról beszélünk. Tavalyi évben egész jó eredményeket ért a testépítésbe. Szerintem ott is még egész jó dolgok vannak a levegőben. Egy ilyen kérdés, hogyha valaki mondjuk betéved úgy, mint kezdő, hát így szerintem az érdekli mindig a nézőket. Úgy, mert én szerintem mindig az a kettő határos rész van, akik kezdők, és igazából akik hobbiszerűen csinálják ezt, és vannak a versenyzők nyilván. Nekik ajánlod ezt a termet? Tehát így segítségre, tehát így... Igen, mert igazából tehát kell egy megfelelő pedagógiai érzék ehhez. Tehát az, hogy valaki egy komoly fizikumot felépített, az még nem okvetlenül garancia arra, hogy ő hivatott arra, hogy ez bárkinek átadja ezt a fajta tudást, vagy személyre szabottan ezt tudja alkalmazni. Én azt szoktam mondani, hogy a versenyző nem tanár. Pontosan, tehát attól, hogy lerakott az asztalra dolgokat, az nyilván az feltételez egy adott szaktudást, de kell egyfajta, és nevetni fogsz, egyfajta empátia, kell hozzá türelem, kell hozzá megfelelő pedagógiai érzék, hogy azt a fajta tudást, amit az évek alatt elsajátított, azt egyénre szabva tudja alkalmazni. Ember akar
Tehát nekünk ez is szempont volt ugye az edző gárdának a kiválasztásánál. Nyilván egy alapvető tartópillére, egy valamilyen szintű verseny múlt, mert én azért hiszem azt, hogy átolt szettig egy megfelelő hozzáállással, egy most adottságtól tekintsünk el, megvan a megfelelő elhivatottságnak az adott embernek, hogy ő belőle a maxot kihozzuk a fizikumából. Ez mindenképp egy olyan ember képes rá szerintem, aki egyszer már megmérette magát. Tehát a saját bőrén alkalmazta egy igazi diétát, egy igazi tömegnövelést, egy vízmegvonást, egy töltést, stb. Nyilván minden szervezet specifikus, de én úgy gondolom, hogy akkor tudod igazán személyre alkalmazni, ez is egyfajta képesség, hogy tud. Másikor, hogy nyilván ezt el kell sajátítani, plusz azért jó a saját bőrödön egyszer legalább megtapasztalod, hogy ez miről szól. Ugye akkor jobban át tudod segíteni az adott embert a mélypontokon. Adott esetben türelmesebb is vagy, mert tudod nagyon jól, hogy neked az mivel járt, az adott felkészülés. Mondjuk tudja egy versenyző, meg kell a versenyzőnek is tudni, hogy honnan indult ő is. Persze. Jó, én nagyon szépen köszönöm, hogy meginvitáltál ide minket a Fehérvárra. Köszönöm szépen az edzést, köszönöm szépen, hogy itt voltunk, és sziasztok! További nyugodalmas szép estét mindenkinek! Sziasztok! Mint amilyen a miénk lesz. Így van. Na, nem együtt, hanem így. Ők innen hazamennek. Nem is tudom, miről beszélni. Ma nem együtt alszik. Sziasztok! Sziasztok!